Soma Mama Gésa a szakrális új nő címmel tart előadást Dunaszerdahelyen. Spitzer Gyöngyi a szerepeit szabadon, tudatosan és örömmel megélő, önbizalommal és erővel teli, bátor vagány nőt tartja az új nőnek. Ezt minden nőnek saját magának kell megteremtenie. Az előadás december 14-én szerdán 18 órakor kezdődik a Kultúrházban. December 15-én csütörtökön a Pázmeneum társulás szervezésében Eszterházy János felvidéki politikusra emlékeznek. 16 óra 30 perctől szentmise lesz a Szent György templomban, majd ezt követően a főutcai emléktábla megkoszorúzására kerül sor. 18 órától Molnár Imre Eszterházy kutató tart előadást a Csallóközi Múzeumban. Berecki Zoltán karácsonyi koncerttel lepi meg a közönséget. A népszerű magyarországi színész és énekes ismert dalai mellett karácsonyi slágerek is elhangzanak. Berecki a rendezvény helyszínéül szolgáló Városi Művelődési Központ visszajáró fellépője. A koncert december 16-án pénteken 19 órakor kezdődik. A 4. adventi gyertyagyújtás időpontja december 18-a vasárnap. Az esemény 15 óra 30 perckor kezdődik a Kultúrház előtt. Óvodások és alapiskolások adnak műsort, Hájos Zoltán polgármester adventi köszöntőt mond, majd sor kerül a gyertyagyújtásra. A betlehemi lángnak is fontos szerep jut, közreműködik a Szent György kórus. Mészáros Tamás, a Komáromi Magyarok Dalszínház felvidéki származású tagja is karácsonyi koncertet ad, mégpedig december 20-án kedden 18 órai kezdettel. Az Itt a tél című rendezvényen fellép Varga Miklós előadó művész és Molnár Ágnes színésznő. Az énekeseket négy zenész kíséri a Városi Művelődési Központban.